Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Van valaki a háttérben, a környezetedben, aki eltitkol előled valamit. Viszont erre oda kellene figyelni, hogy miről van szó, és erre utal itt ez a kártya középen. Itt a háttérben ugyan egy férfi látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, tehát ez lehet egy nő is a háttérben. A kardoknál a levegő eleméről van szó, ami utal a kommunikációra. Mivel ennél a jóslásnál titkokról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy van valaki a háttérben, aki beszél rólad, de nem nyíltan, hanem a hátad mögött pletykálkodik. Ha hallanád azt, amit mesélget rólad, akkor ebbe a helyzetbe kerülnél, mert akkor a szomorúvá tesz, úgy érzed, ez mind olyan igazságtalan, ami itt történik, olyan levertnek tűnsz akkor. És miről van szó? Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet. Vagy te indítottál egy új kezdetet, és ez a személy figyeli azt, hogy mit csinálsz, kritizál téged, vagy azt jelenti, hogy ez a férfi vagy ez a nő indít egy új kezdetet, és kezd rólad beszélgetni. De mivel itt hamisságokról is szó van, ez nem az igazság, amit ő beszél. Itt ezen a képen látható a bíróság, persze ez lehet egy bírósági ügy is, vagy amire ez a kártya még utal, az igazság, vagy az igazságtalanság. És ez a hír, amit ez a személy itt a hátad mögött mond, ez igazságtalanságnak tűnik. Ezen a képen látható az erő, az életerő. Most ne rohanj el az események elől, hanem védd magadat. Ez az erő lehet a belső erőd is, tehát tartsd meg a belső nyugalmadat, mutasd ki azt, hogy megvan az önbizalmad, és ha arra kerül a sor, hogy lesznek viták, akkor megvéded magadat. Itt az érme látható, ami utalhat az anyagiakra vagy a munkára. Az lehet, hogy ez a kihívás az anyagiak miatt van, vagy a munkahelyeden. De légy a te saját értékeddel tisztában. Egyrészt ügyelj az anyagiakra, másrészt védd magad a munkahelyen, amit még ez a kártya jelent, hogy légy tisztába azzal, hogy mennyire értékes vagy. Ügyelj a belső értékeidre is. Itt szintén az arany érmekről van szó, ami utal anyagiakra vagy a munkára, de jelenti a belső értékeket is. Amit ez a kép még jelent, egy húzavona, amit rendezni kell, de hogyan? Itt lefele hajolsz, és fel akarod venni ezt a botot. De olyan sokat cipelsz, hogy nem éri meg ezt felvenni. Inkább engedd el azokat a botokat, ami a kezedben van, hogy minden könnyebb legyen, és fel tudj állni. Ami itt is fontos lenne, hogy felállj, hogy előre menjenek a dolgok. Tehát ne foglalkozz ezzel a személlyel. Ha támad téged, akkor védd magadat. Ügyelj a saját dolgaidra.
és tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ha sok a munkád, és parancsolgatnak neked, nem kapsz elismerést, nem érdemlik meg, hogy sokat dolgoz, hiszen kihasználnak téged, hanem engedj el ebből valamit. Ügyelj saját magadra, a saját értékeidre és a saját belső nyugalmadra. De azért figyelj oda, hogy mi történik a környezetedben, tehát világítsd meg ezt is a lámpával, ezeket a titkokat, figyelj oda rá, de azért légy inkább visszahúzódó. Ami még segít neked, egy új irány, egy spirituális életterület. És ezeket az igazságtalanságokat, azt megoldja a kárma. Mert mindaz, amit mi kisugárzunk, amit teszünk, ahogy cselekszünk, az mind visszatér hozzánk. És én kívánok sok sikert ebben a helyzetben, nagyon sok szeretettel, Denderrel.